Készül a Dunaszerdahelyen tervezett kerékpársávok első szakasza. A Nagyabonyi út és a Szabó Gyula utca úgynevezett Y-kereszteződésétől a fő utca mindkét oldalán a Komáromi úti vasúti átjáróig 2 kilométer hosszúságban festik fel a zöld kerékpársávot. A kijelölésre 71.600 eurót fordítanak a városi költségvetésből. A kerékpársáv vonalát közlekedési táblákkal is ellátják, továbbá az Y útkereszteződéstől a Volt járási hivatalig, valamint a körforgalmakban is kijelölik az irányt. A munkálatok befejezését július végére tervezik. A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal és a Wertheim cég 8. alkalommal szervezték meg a hagyományos falfestési napot a vállalat által kiépített ifjúsági parkban. A Wertheim betonkerítését a Szabó Gyula Alapiskola, a Vámbéri Ármin Alapiskola, a Jilemnyicki utcai Alapiskola, a Smetana Ligeti Alapiskola egyes csapata, valamint a Művészeti Alapiskola 2 csoportja. Összesen 38 tanuló díszítette ki változatos témájú, sokszínű graffiti rajzokkal. A szervezők az esemény végén a résztvevőket édességekkel jutalmazták meg, de nem maradt el a megvendégelésen bagettel, sütivel és frissítőkkel. A DAC futballklub és a Kukkónia polgári társulás első ízben rendezte meg a Kukkónia DAC gyermeknapot. A kispályás futballtornán a Vásárúti József Attila Alapiskola, a Várkonyi Móra Ferenc Alapiskola, a Dunaszerdahelyi Nefeles Gyermekotthon és a Szabó Gyula Alapiskola diákcsapatai szerepeltek, megerősítve 2-2 DAC játékossal. A kupagyőztes Szabó Gyula Alapiskola együttese külön díjként a DAC csapatával játszott. A kísérő programban a legkisebbek játékos foglalkozásokba kapcsolódhattak be. Volt még autogramosztás, továbbá Kukkónia ízeit is megkóstolhatták az érdeklődők.